Üdvözlök mindenkit, ez itt nem más, mint a Rust, ami egy nagyon csodálatos játék, úgyhogy kezdjünk is el egy kicsit beszélni róla. Ez jelen pillanatban egy alfa stádiumban lévő játék, jobb felső sorok igazából jelzés. Tényleg nagyon alfa, de ahhoz képest egész jó, és el lehet vele játszogatni, legalábbis én elég szépen el vagyok vele. Na, mindjárt az elején mondom akkor azt is, hogy ez egy játék bemutató, de hát nem videóteszt, és azért nem videóteszt, ezekről az ilyen alfa játékokról azért ilyen bemutatókat csinálok, mert nem lenne korrekt videótesztet csinálni egy olyan játékról, ami annyira alfában van, hogy millió és egy negatívumot lehetne mondani róla. De hát... egész jó ez a játék, meg minden, de most, hogyha itt megnéznénk, hogy milyen problémák vannak vele, akkor soha nem jutnánk a végére. Szóval ezek csak ilyen bemutatók, úgyhogy kezdjük is akkor el. Na, ez a Rust, ez igazából elég csúnyán a túlélésről szól, hogyha nincsen single player része neki, csak... szerveren lehet játszani, csatlakozunk egy szerverre, és le fog spannolni minket valahova, így a sehova. Jó, hát most már van itt néhány cucc, azért mert ezt a videót én elkezdtem ugye felvenni, ezt írtam is nektek, felvettem egy órát belőle, megcsináltam, és nem volt hangom, hanem végig sistergés volt, úgyhogy az annyira nem volt vicces, ezért újra nekifutok ennek a videónak, viszont nem kezdek mindent előről. Már itt lesz egy kis alap, de ettől függetlenül el fogok ugyanúgy magyarázni mindent. Na, amikor bekerülünk ide a játékba, akkor három cuccunk van. Van egy kövünk, azon kívül van egy fákjánk, és amit most nem tudok megmutatni, de mindjárt craftolok. Hol van? Van egy ilyenünk. És most itt egyébként láthatjátok is mindjárt a craftolásnak a menetét, hogy nem olyan, mint a Minecraftba, hanem itt vannak a craft cuccok, és ezek a craft cuccok közül meg is tudjuk nézni, hogy mi lesz belőle, és ha van megfelelő anyagunk hozzá, írja is, hogy mi kell hozzá, egyszerűen le tudjuk craftolni, ami időbe kerül. Nagyobb cuccokat, például ilyen barikád elemeket, 30 másodpercig craftolja, még nagyobb cuccokat 1 percig, vagy akár annál hosszabb idő is elkészíteni. Na, ez túlélésről szól, kezdetben fognunk kell ezt a követ, és hogyha találunk egy állatot, akkor agyonverni, illetve kell szereznünk fát és követ, amiben nem csak fa és kő van, hanem egyéb anyagok is, ahogyan az állatokban is. De hát egy állat nem csak húst ad, hanem ad bőrt, ad zsírt, stb. Minecraft-tal ellentétben azért hasonlítom a Minecrafthoz, mert azért ez így elég olyan Minecraftos. A grafika sokkal szebb. Szóval Minecraft-tal ellentétben azért annyira nem jó biznisz, hogyha nekiesünk így egy fának, látjátok, egy fát ad minden egyes ütésre ezzel a kővel. Igaz, már nekem van egy ilyen kőbaltám, jó bagos fa, de ezzel is nem sok fát lehet kiszedni, és egy idő után mindjárt meglátjátok, azt fogja mondani, hogy elfogyott a fa. Na, nagyon szép, ebben a nagy fában elfogyott a fa. Na, szóval nem így kell fát gyűjteni, de természetesen ezzel is tudunk, hanem teljesen random, spannol a pályán, farakás és kőrakás. Most remélem tudni fogok ilyet mutatni, farakást azt már látok. Egyébként, mivel ez multiplayer, és csak szerveren lehet játszani, ezért előfordulhatnak természetesen más játékosok, akik sokkal fejlettebbek nálunk, és mondjuk meglátnak minket, akkor kinyírnak a fenébe. De hát főleg így a játék elején, amikor egy kővel rendelkezünk, akkor egy olyan helyre kell valahova költöznünk elsősorban, ahol mások nem nagyon vannak. Mert többnyire nem igazán barátságosak az emberek. Na, szóval találtunk egy ilyen
farakást, és itt jelzi is, hogy ez egy interakció cucc, szépen oda megyünk, és ezt, hogyha elkezdjük ütni, akkor ez már 7 fát ad minden ütésre, és ez jóval több, mint az az egy, főleg, hogyha kővel ütögetjük, ez természetesen eltűnik, de hát nem kifogy, hanem eltűnik. És látjátok, már szereztünk 202 fát összesen. Render distance nem a legjobb, ott van kő. Egyébként ezek újra spannolnak, de hát itt most ezt leszettem, mit tudom én, fél óra múlva újra fog spannolni, mint hogy az előbb ez a kő sem volt itt. Render distance az elég érdekes, hogyha elhagyjuk a házunkat. Hol is van a házunk? Valahol itt lesz a házunk, ezen a dombon túl. Oh, ott van. Szóval innen nem látszanak bizonyos részei, majd mindjárt közeledni fogunk felé, és akkor meglátjátok. Szóval ez a szulfurt, követ, meg vasat. Na, nézzük meg azt a házat. Ahogy elkezdünk közeledni felé, látjátok, hogy itt elkezdik betölteni a textúrákat, modelleket. Hát azért ez egy elég alfa játék ebből a szempontból, ott a messzibe még fű sincs. A grafikát sem nagyon lehet állítani, szóval nem tudunk mit tenni. Na, van nekünk szulfur, van nekünk kő, és vas. Ezt mindjárt neki is állunk. Kipakolászni, tegyünk bele egy kis fát, kiégetjük ezt a vasat. A szulfurra nem tudom, lehet-e majd kezdeni valamit, de a felét kiégetjük. Így. Ez egyébként egy nagyon alap ház, 30 másodperc az elkészítése, azt hiszem ugyanennyi hozzá egy ilyen ajta, ami mindkét irányba képes nyillani, csukódni. Ez egy közönséges campfire. És ami érdekes, hogy ha elégetjük a fát, akkor kapunk szenet. Egyébként ez a campfire, ez tulajdonképpen semmi másra nem jó. Itt csak kaját tudunk sütni, illetve éjszakára meleget tud nyújtani. Szóval, hogyha elégetjük a fát, akkor érdekes módon, hát faszenet fogunk kapni. Viszont ezt a faszenet semmire nem tudjuk használni. Legalábbis én eddig nem tudtam használni egyáltalán semmire. Egyébként most azon vagyok, látjátok, az ugrás is néha elég magas, és bizonyos szemszögből próbálom azt a szöget úgy megtalálni. Az árnyékok elég bagosak lesznek. Látjátok. Szóval vannak itt gondok. Egyébként most amit szeretnék csinálni, az valamilyen fém eszköz. Méghozzá ez, ami az metal fragment kell. 10 darab. Fa az van elég. Tehát ez egy vasbarta. És erre lenne nekem szükségem. Gondolom, hogy az erős... Hoppá, elótottam. Gondolom, hogy erősebb lesz. Elég gyors. En kevésből elég sokat tud csinálni. 46-ot már készített, hát jól van. Felül nem csinálja, azt hiszem akkor meg is tudjuk csinálni azt a voltát. Ki is van jelölve. Na, ez 20 másodperc egy ilyenek az elkészítése. Ilyenkor ugrani ugyan tudunk, de futni nem, és alapból is sokkal lassabbak vagyunk. Amit fontos megjegyezni a játékkal kapcsolatosan, hogy vannak állatok, és ezek nem mindegyike túl barátságos. Azt, amilyen egy FPS-en jött fel, az a izé, az a fű. Közben lekraftalódott a baltánk, amit itt szépen most itt ki is cserélünk. Ez az. Kesztyűm is van. Na. Szóval, nem minden állat annyira barátságos egyébként. Az is érdekes, hogy baltával szedem ki a követ. Szóval nem minden állat barátságos. Vannak itt szarvasok, vannak itt disznók, nyulak és csirkék is, amiket, ha utol tudjuk érni őket, ezek közül a disznót a legegyszerűbb megölni, akkor egyszerűen kinyírjuk, és ugyanígy ütögetjük, mint a fát, vagy a követ, és kiszedjük a belsejét, ott nagyon magas az árnyék. És lesz húsunk, meg ilyen anyag, zsír, meg izé. Mit ad még? Ad még valamit. Na mindegy. Viszont van mondjuk farkas.
amiből elég sok van, és hogyha játék elején, amikor még csak egy kövünk van, az betámad, akkor ott game over. És ezt lehet, hogy hasonló helyre fog spannolni, vagy ugyanoda fog spannolni, és ezt nagyon beszopjuk itt többször egymás után. Ahogyan az is előfordul, hogy mondjuk egy nagy barna medvével találkozunk, és hogyha egy barna medve megtámad, és van egy kövünk, akkor ott tulajdonképpen vége a játéknak, és ha addig gyűjtöttünk valamit, az, hát az elég nagy szopás. És vannak zombik is, bár most utóbb ezt kivették a játékból, de hát már nincsenek zombik. Viszont a lényeg, hogy meg tudnak minket támadni különböző élőlények, ezért is érdemes mindjárt az elején egy ilyen bezárható kis fészket csinálni. Nagyon bagosok az árnyékok. Ezt szét lehet ütni hasonlóan, mint a Minecraftba, de hát fognék itt egy ilyet, és ezt így most elkezdeném ütni, akkor el tudnám pusztítani, viszont legalább egy 100 ütés kell ennek a rohadt ajtónak, hogy megsemmisüljön, úgyhogy azért annyira nem könnyű ezeket a dolgokat elpusztítani, így állatok sem fognak ide betörni, úgyhogy ez nagyon fontos, hogy legyen ilyenünk, illetve éjszaka hideg van, olyankor tüzet kell gyújtani, és nem tudunk aludni, hiszen szerveren vagyunk, vannak más játékosok, és ki kell várni az éjszakát. Az éjszaka sajnos nagyon hosszú, és hát addig itt így nézni kell itt a tüzet. Addig kimegyünk, lehet, hogy megtámad három farkas, úgyhogy az nem olyan jó. Egyébként ott egy szarvas. Na, közben ez itt. Hát ez itt elfogyasztotta a fát. Begyújtsuk megint. Közben itt nagyon szépen termelődik szulfur, meg minden, abból majd puskaport tudunk csinálni, ami majd a pisztolyhoz fog kelleni. Feltett célom egyébként most egy nagy ház építése, ehhez ilyen alapokra van szükség, ezek az alapok viszont egyáltalán nem olcsók, deszka kell hozzá, deszkám egyébként most nincs is. Itt amúgy misül. Hát sok minden, nem tudom, ide be tudunk tenni. Még ilyet is, majd meglátjuk. Na, akkor ahhoz, hogy tudjunk kraftolni itt ilyen szépséges dolgokat, nézzük csak. Ez a foundation kell, 8 darab wood plankbe kerül. Nekem most legalább, hát igazából 24-et kellene csinálnom. 24, az pedig nem lesz olcsó. Hol van wood plank? Itt van wood plank. Hát 13-ot tudunk egyelőre csinálni, és ez nem tudom mennyi volt, 30 másodperc vagy 25? Amíg ez itt lekraftolódik. És ebből tudunk majd alapokat készíteni, tudunk majd hasonlóképpen ilyen wood plankekből lépcsőt csinálni, meg mindent, és építünk egy szép nagy házat, amit majd bekerítünk, és be fogjuk itt védeni. Egyébként kezd lemenni a nap. Az nem is annyira érdekes, hanem az lesz az igazán érdekes, amikor majd fel kell a nap. Pirkadatkor ilyen tiszta vörös lesz minden. Nagyon csúnyán vörös lesz. Foundation hol van? Itt van. A kettőt nem tudunk, mert csak 13 van. Na, egyet kraftolunk, és akkor mindjárt meg is mutatom, hogy hogyan rakjuk le ezeket a különböző cuccokat. Egyébként ide készítettem még az előző felvételkor egy ilyen workbench-et, amit sajnos nem tudom, hogyan kell használni. Hát nem lehet rákattintani, nem lehet csinálni semmit, pedig van olyan eszköz, vagy lehet, hogy csak így léteznie kell. Szóval vannak itt olyan eszközök, mint például a pisztoly, amit most nem tudok megnézni, mert épp kraftolok. Ezt egyébként azt mondom, hogy egy perc lekraftolni, azért tart az ilyen sokáig. Szóval nem egyszerű ez a játék. Igazából nem is nehéz, szóval értitek, egyszerű, de azért úgy mégsem. Nem annyi idő megcsinálni valamit, mint mondjuk a Minecraftba. Egyébként itt a jobb alsó sarokba jelzi, hogy hideg van.
Tehát lassan 10-et kéne majd gyújtani, és itt is van nekünk ez a foundationünk, amit így szépen ide le kell rakni mellé, ez így hozzáilleszkedik, hogyha valahol ezt szeretnénk rakni, le is raktuk, kész. Itt van két foundation, erre tudunk majd építkezni. Én szeretnék ide rakni még kettőt, szerintem ebbe az irányba közelebb ez a kis viskóhoz, ez meg a, ez ilyen valami műhely lesz. Úgy viccből. Nem tettünk be ide húst? Azzal mi történt? Na mindegy. Igen, csak ki az a vas. Biztosan sok hasznát fogjuk venni. Teszünk ide is egy kicsit. 7 van, jó. Az nagyon sok. Jó van, mondjuk még nem is kell tűz. Egyébként, aha! Látjátok, megjelent az, hogy workbench. És nézzük, csak elmegyünk attól a workbench-től. Crafting, és szeretnénk egy 9 mm-es stukkert csinálni. Aha, kell hozzá workbench, azt írja. És low quality metal. Ide jövünk szépen. Aha, és itt zöld lesz a workbench, de hát itt tudunk készíteni low quality metal. Szükséges nekünk hozzá. Low quality metal. Mennyi kellett hozzá? 5. Hol van? Low quality metal. 5. Na, úgy tűnik ez nem is sok idő, amíg elkészül. Csináljunk egy pisztolyt. Na hát ez azért már egy perc. Viszont ha lesz egy pisztolyunk, az azért elég jó lesz. Én azt mondom. Egyébként elvileg nem mindent tudunk itt lekraftolni. Vannak olyan dolgok, amiket csak meg lehet tanulni. És úgy fogjuk tudni elkészíteni. De hát elvileg itt nincs benne minden, de én sem tudok azért mindent erről a játékról. De valami ilyesmi van, azt tudom. Na. Nem mondod, hogy elmentünk innen, és ezért nem kraftolta le. A fenébe. Na. Hát itt kell állni a workbench-nél, amikor ezt kraftoljuk. Közben nagyon csúnyán itt elkezdett lemenni a nap. És ilyen nagyon-nagyon szögletes az árnyék. Az ég és a rajta lévő csillagok pedig egy ilyen nagyon kis felbontású elnyújtott textúra. Tehát azért vannak még gondok ezzel a játékkal, de szerintem tök jó lesz, hogyha úgy véglegesen elkészül meg minden. Na még mindig kraftol, de már csak úgy... Az egy szép árnyék mozdulat volt, azt úgy köszönöm szépen. Elég gyorsan megy a nap ahhoz képest, hogy az éjszaka valós időben nagyon sokáig tart. Na, mindjárt lesz pisztolyunk. És akkor majd izét, lőszert kell hozzá csinálni. Ez az lett egy pisztolyunk. Nézzük a lőszer, mi kell hozzá. Puskapor. Na, mondjuk ez nem meglepő. Puskapor kell. Aha, ehhez kelleni fog szén. Na, ez az. Na, csináljunk 24-et. Ó, ez gyorsan megvan. Úgy nézem. Ammo. Na, lett lőszerünk. 4 darab. Nem sok. De... Opa, azt a mindenit. Na, innentől kezdetileg jónak tűnik ez a játék. Nyissuk ezt ki. Egyébként nem csak az E betűvel tudjuk kinyitni ezeket a cuccokat, hanem a görgővel is. Ó, hát szóval lehet lövöldözni. Alapból volt benne egy golyó. Na mindegy, ezt most itt elfogyasztottuk meg minden. És innentől kezdve bent kellene lenni itt a... A házikonkba,
és majd honnan fogjuk tudni folytatni, addig is foglalkozunk itt ezekkel a fegyverekkel egy kicsit. Szóval ammo. Puskapor kell hozzá, nagyon sok. És az igazából jelentéktelen anyagra van szükségünk. És látjátok, hogy ha többet csinálunk, akkor több idő lekraftolni. Tehát nem ugyanannyi. Van puskaporunk, csináljunk ammót. Ennyit tudunk. Tíz darab, és maradt egy kis puskaporunk is. Valahogy nem jelzi ott azt a lőszert. Hogyha rávisszük, akkor sem. Csak damage-et, range-et, meg recoil az izé szórás. Na, van pisztolyunk, ez mondjuk medve ellen szerintem egy tök jó dolog. Látjátok, kezd lemenni a nap, és ilyenkor már elég csúnya itt a környezet, úgyhogy ez annyira nem jó. Lett itt még szén, meg vas. Jó, az a vas az még égjen ki. Már ezt a szulfúrt is akkor oda tesszük. És vegyünk elő egy fákját. Na, látjátok, ide most leszpannolt egy valami, ami eddig nem volt itt. Hoppá, és ilyen baltával már 10 fát ad. Na hát ez egyébként tök jó, de hát különböző eszközökkel többet is fog adni. Próbáljuk ezt itt megölni. Ez nagyon gyorsan fut. Gyere ide! Ez valahogy tényleg nagyon gyorsan fut. Ezt mondom, a disznót a legkönnyebb megölni. Hát ezt nem kapjuk el. Nagyon elmenni meg nem szeretnék a háztól, mert betámad valami, akkor nekünk ott annyi, és kezdhetjük előről mindenféle eszköz nélkül a játékot. Na nézzük a vasat, vagyis a izzat, a követ. Aha, most már többet ad ebből is. Eddig 2 adott meg ilyeneket. Most meg már többet. Hol a házunk? Ott van-e? Csak ez a render distance tényleg nagyon szar, és nem mutatja, hogy itt világosság van bent. Egyébként craftolok én mindjárt campfire-öket. 2 is, szépen. Egyébként itt ilyenkor mutatja, hogy már nincs ide, hanem komfort van. Na. Hoppá, azt hiszem megtaláltuk a limitjét ennek a dolognak. 250 az a maximum, amit egy ilyen, hát 251 stack a Minecraftos 64-jel ellentétben. Split, hát még ezt is lesplittelem, közben sikerült lecraftolni a emberünknek ezt a 2 campfire-t. Ezt így szépen le tudjuk helyezni valahova. Én leteszek most egyet ide, meg egyet ide. És ebben alapvetően van fa, van 5 fa. Alapból van ezekben 5 fa. Ezt is begyújtjuk. Na most már így egy kicsit itt világosabban a környékünkön. Nem tudom, hogy lehet-e valami nagyobbat csinálni, vagy fákját nem tudjuk lerakni sehova. Mondjuk behajdítja a kezét, ez tök jó. Érdekes, hogy a fákja egyébként sokkal nagyobb fényt ad, mint ezek a kis tábortüzek. Hogy tök jó lenne, hogyha le lehetne rakni fákját abból a célból, hogy világítson, de tudunk craftolni, hogyha ez elfogy. Mert itt látjátok, mérje, hogy mennyi másodpercig bírja, most még 125-ig. De hát nem sok mindenre megyünk vele. És nincsen hozzá low-grade fuelunk sem, amit egyébként tudnánk csinálni.
Low quality metalhoz is egyébként izékel workbench. Na, a shotgun-t is lehetne tudnék is csinálni shotgun, de nem fogok. Viszont lehet, hogy mesztelenek vagyunk, és most ezért csinálok ruhát. Ha én azt, hogy mesztelen vagyok, nem láthatom, csak a többi játékos. Úgyhogy az szépen ott most kraftolódik nekünk. És egyébként látjátok, így az éjszakában nem sok mindent tudunk tenni, de hát igazából itt vagyunk így a kis házikunkba. Van egy szép kis ágyunk, amit csináltam, de a legnagyobb funkció, amit tudunk vele csinálni. Fel tudjuk venni, remek. Nyilvánvalóan nem tudunk aludni, nem lehet reggel. Hasonlóan, ahogy más multiplayer játékokban sem, az időn nem tudunk változtatni. Hiszen más játékosok is vannak. Na, csináltunk egy ilyet. Hoppá, az itt elaludt. Na, csináljunk megint meleget. Nézzünk még ruhákat. Biztos lehet majd másmilyen anyagból is ruhát csinálni, csak mi ahhoz még nem értünk. Most egy ilyen felsőt csinálunk magunknak, aztán egy alsót, meg cipőt. Ez az alsó, ez elég rövid nadrágnak tűnik. Majd meglátjuk, milyen lesz. Kívülről nem tudjuk magunkat nézni. Közben kezd sokkal jobban esteledni, mert még csak most kezd lemenni úgy ténylegesen a nap. És innentől kezdve nagyon sötét lesz. Ide pedig majd szeretném folytatni ezt a kerítés féleséget. Hogy ne tudjanak minket esetlegesen betámadni valamik. Egy éjszaka. Nem tudom, egyébként ez valamennyit véd. De aha, itt írja, hogy mennyit véd. Véd a hideg ellen is, bár hidegben én még nem haltam meg itt a játék során. Na, pont el fogunk tudni készíteni mindent. Első segély csomag pedig arra az esetre való, hogyha súlyosan megsérülünk. Teszem azt, megtámad minket egy farkas. Egyet-kettőt belénk harap, de sikerül megölnünk, akkor semmi bajunk nem lesz. Viszont ha sokkal többször megharap, és mondjuk 5 HP-nk van, és akkor sikerül kinyírnunk, azt vessük észre, hogy jelzi a játék itt, ahol ezeket az állapotokat jelzi, hogy vérzünk. És az a vérzés az folyamatosan HP-veszteséget fog előidézni, ezért használunk el ilyen kötszert. Ugyanez az eset akkor is, hogyha egy magas helyről leesünk, ugyanis kezünk, lábunkat el tudjuk törni, és ilyen szép alacsonyan félig eldőlve fogunk onnantól menni. Akkor igazából, főleg az a játék elején történik, szinte kizárt a túlélés lehetősége. Na, csináljunk még egy cipőt is. Mutatja egyébként az élet alatt a kaját is, és a radioaktív sugárzást, hogy mennyi radot szenvedtünk el, ugyanis vannak kisebb falvak, városrészek, ahol radioaktivitás van, és oda nem tudom, hogy milyen módon lehet bemenni. Biztos valahogyan be lehet menni, de hogy így a játék elején egy pisztollyal és egy baltával nem tudunk, az biztos. Nem próbáltam még sohasem ott meghalni, de minden bizonnyal lehetséges a halál. 50 radot elértem, akkor még nem volt semmi probléma, de szerintem olyan 4-500 radnál már lennének fájdalmai az űrgének. Itt elaludtak ezek a tüzek. Na, ez szépen kiégett. Elég veszélyes egyébként ez, hogy itt de mondjuk nem is a kályába kéne begyújtani, de hülye vagyok, hanem ezekbe. Na, de ez amúgy elég veszélyes, így a sötétbe nyomogatni a dolgokat.
Nézzük csak meg, hogy ez a barikád, amit itt kint építettem, ez a fal, ez mibe kerül? Nem kerül olyan sokba. Mi van itt még? Ez a házunk amúgy, és ez az ajtónk. Storage box. Oda be tudunk gondolom pakolni cuccokat. Ah! Vasajtó! Végül is azt is tudunk majd készíteni. Azt gondolom, hogy biztonságosabb. Túl sok cuccunk amúgy nincs. Ez majd nem tudom mi lesz. Ez fal. Ez a pillárra szerintem a izékre fog menni. Az épület sarkaira. Na csináljunk egy ilyen barikádot, amíg úgy sincs más dolgunk. Meg van vércsomagunk, ezt nem tudom hogyan lehet felhasználni. Hát ugye az is HP-t tud adni. Mert nagyon ezt a játék még nem jelzi, hogy mit mire tudunk használni. Na, sikerült ezt lekraftolni. Így ide helyeztünk egy ilyet. Látjátok, lett folytatva. Így bele lehet bagoltatni egy kicsit, és akkor biztos az illeszkedés. Most kívülről így majd nem tudnak bejönni. Bárki és bármi is szeretne ide betévedni hozzánk. Hát azért még lesz itt meló, hogy itt bekerítsünk egy kis telket, meg kapunk legyen, meg minden. Először a házat kéne mondjuk megcsinálni normálisan. Közben kajálok egy kicsit. Azt hiszem 3000-ig lehet a kaját feltölteni, de igazából lecsökkenhet ilyen 20-30-ra is, mire úgy tényleg szükségünk lenne élelmiszerre. Ez egyébként tök jó. Van pisztoly meg minden. Na, szóval itt tényleg éjszakánként semmit nem tudunk csinálni. Látjátok, felkelt majd a nap, akkor majd nekiindulunk valahova ott arra, keresünk valami állatot, lelőjük pisztollyal, meg ilyenek. Kipróbáljuk, hogy hogyan is működik ez a dolog a gyakorlatban. De addig is, amíg éjszaka van, addig innen nem igazán mehetünk ki. A füst egyébként tök szép, szerintem. És ráállunk a tűzre, akkor nem fog sebezni minket. Van ebben valami? Amúgy nincs. Van egy szelünk, ami külön van a többitől. Ennyi, várjunk csak. Ezt kiszedjük, és akkor ha kiszedjük itt ezeket is, akkor már nem is lesz olyan magányos az az egy darab szén. Gondolom itt is van. Hát nincs, onnan már kiszedtük. Na. Mit is akartam? Valamit. Igen, egy storage boxot. Hát ez több fára van szükség. Na, mondjuk nem kell olyan sok fa, úgyhogy... Na, kezd reggeledni, látjátok, vörösödik itt a dolog. Hát azt már kilútoltam, azt az egy fát. Megütögetjük itt ezt egy kicsit. Ez minden eszközzel úgy néz ki, hogy egyet ad, de ez nem érdemes. Cseszegetni megvan a 30, jó, tökéletes. Takarodjunk vissza. Kraftoljuk le, és akkor lesz egy ilyen storage boxunk is. Amiben tudunk tárolni majd eszközöket. És kezd vörösödni a füst. Ami azt jelenti, hogy csodával határos módon a kinti pirkadati
napfény az köröztül bugzódik ezeken a deszkákon. Látjátok milyen szép, amikor kezd felkelni a nap? Nagyon ronda. Még az alja is olyan a háznak. Ja, közben ezt lekraftoltuk. Ó, hát ez elég nagy. Na. És ide tudunk pakolni cuccokat. Mondjuk ezt oda tudjuk rakni. Vércsomagot. Nagyon sok vasunk van, úgyhogy azt is oda rakhatjuk. Ezt is. Ez sem kell úgy folyamatosan. Meg ennyi szén se. Ez sem. Többit meg ide szépen így elhelyezgetjük. Ezt se használjuk, ugye? Egyre vörösebb lesz itt minden. Nem tudom, hogy ezt a ládát szét lehet ütni, minden bizonnyal igen, sőt, valószínűleg ki is lehet egyszerűen lootolni. Úgyhogy annyira nem effektív az, hogy csináltunk egy ilyet. Valószínűleg biztonság, jó, nagyobb biztonságban van nálunk. Viszont ha meghalunk, akkor ide tudunk erre a campfire-re, amiket készítettünk, ide tudunk születni legközelebbi alkalommal. És akkor itt lesznek a cuccunk, ezek megmaradnak. Hát azért nem teljesen hülyeség ez, és ha mondjuk van egy jó bevédet várunk, akkor egész jól megéri a dolog. Az úgy már jó biznisznek számít. Viszont örülnék neki, hogyha ténylegesen most már felkelne a nap úgy rendesen, és elmehetnénk valahova medvére vadászni, illetve szerezni még nagyon-nagyon sok fát. Rettentően sok fára és vasra lesz szükségünk ahhoz, hogy itt építsünk egy sokkal komolyabb házat. Hú, de gyorsan jön az a nap! Ajaj, jön az árnyék, elemvég! Na most már kezd így sárgulni, és ezeket én eloltom. Itt ne fogjon feleslegesen a fa. A drága fa. Innen is kiszedjük a szenet, és átrakjuk ide. Jöjjön szépen, jó sok. Hát még mindig jobb azért itt fákjával menni, viszont opa, ott volt valamilyen állat. Mi van ott? Semmi, csak ez a fű itten bugzódott a fa előtt, és azt láttam. Hát lehet. Látjátok, ilyen messziről nem nagyon látható a ház. Hogy ott fény van, meg minden. Ilyen közel kell jönni hozzá, és ez annyira nem jó. Viszont még mindig elég sötét van, úgyhogy én igazából nem nagyon mennék el olyan messzire innen. És jó, hogyha nem veszítjük el ezt a helyet, ahol jelen pillanatban vagyunk. Úgyhogy érdemes valamilyen ösvényen menni mindig. Mondjuk rá itt van egy konkrét út. És hogyha erre az útra ide kijövünk, akkor tudjuk, hogy itt lesz valahol mellette a házunk. De hát vissza fogunk tudni találni. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy most erre fogok elindulni. Most már mehetünk nyugodtan. És keresünk nyersanyagokat. Ó, fény. Ott látok egy medvét. Legalábbis nekem az nagyon medvének tűnik. Szedünk egy kis fát. Így, ez ennyi volt. Ott van valami. Az csak fény. Én nem meglátszik a házunk. Az egy medve lesz, gyerekek. Elbújjunk itt ez mögött, miközben kiszedjük. Jó, itt is van egy kis fa.
Látjátok a medvét? Ott a távolba pedig jobb oldalt attól úgy tűnik, hogy egy disznó van. Oppá, hát ez azért nem így terveztem. Azért elég rövid hatótávolsága van annak a rohadt pisztolynak. És megharapott a medve, úgyhogy vérzünk. Ilyenkor erre van szükségünk, illetve zabálunk is egy kicsit, és már meg is oldottuk a vérzést. Ez disznó? Ez bizony disznó. Láttam a legszebb látványi, és egyébként csirkehúst ad minden állat. Hát azért vannak még hiányosságai a játéknak, úgy rendesen. Közben valahol nyersanyag kellene, állatból van elég, én úgy érzem. És ez a lőszer nagyon kevés volt, és nagyon kicsi a hatótávolság ennek a Stukkernak. Akkor kezdte el igazán bántani azt a rohadt medvét, amikor 5 centire volt. Na, van itt már elég sok mindenből. Ó, bőr. Mi adott bőrt? Gondolom a izé. Medve. Ezek szerint medvét is ölni kell a játékba, hogyha akarunk valamit szerezni. Anya, de megijedtem, azt hittem, hogy valami sokkal veszélyesebb állat fut felé. És se pisztoly, se semmi, betámad egy farkas, az úgy nagyon nem jó. Még ezt, meg azt a farkást ott, azt összeszedjük. És akkor hazamegyünk, és csinálunk még néhány dolgot az új kis házunkhoz. Így né. Szarvast is meg szeretnénk már ölni, egyet eddig nem sikerült egyszer sem, és nem is fog. Szóval hogy elfut ez a rohadék? És ilyenkor nem tudjuk megütni futás közben, csak így, ilyenkor pedig leráz minket. Ezt igazából le kéne lőni. Most lelőni meg nem nagyon fogjuk tudni. Ott a házunkát, jó, hogy így az út mellett van valahol. Másrészt meg nem jó, mert ha valaki erre jön az úton, az elég gyorsan észre fogja venni a kis házikunkat. Na, egyébként azért jövök még ide erre is, mert ezeket össze szeretném szedni. Ha már itt vannak. Na és ez tényleg az utolsó, aztán menjünk haza. Így, né. Ó, biztos. Érdekes, ebben a felvétel ideje alatt még csirkével nem találkoztunk, pedig van belőlük rendesen. Na, egész szépen összegyűjtöttünk itt különböző dolgokat. Ezeket szépen most ide berakjuk. És kiégetjük. Ezt félretesszük. Itt berakjuk sülni ezt a húsit. És úgy nézem, hogy van mindenünk, de hát deszkákat kellene csinálni. Ilyen, hol van az? Wood planks. Mennyi kell nekünk? Elég lesz, nem tudom. Talán.
10-11 csak jó lesz, nem tudom mennyi kellett már. Na, és akkor Foundationra van szükségünk. Na, pont kettőt tudunk csinálni. Hát ez már elég sokáig tart, látjátok, 2 perc. Tehát itt tényleg 1 percnek veszi az egynek az elkészítését. És közben más nem tudunk craftolni, meg úgy csinálni semmit. De hát ilyenkor csak így vagyunk és kész. Fákjánk mindjárt elfogy, nem baj, fogjon el, ennyi volt. Majd csinálunk másikat, közben éhen halljunk már. Na, a kaja az nem fog elfogyni, az van mindig. Egyébként ezt itt eloltom a fenébe. Most jut eszembe, hogy minek ég 2 helyen tűz. Ebből kéne legyen majd 16. Vas, szén, meg puskapor készítő cucc. Engem az zavar, hogy az eltűnt. Az itt 2 eltűnt és nem lett sehol, és valahogy az előző alkalommal is a húst azt így eltüntette és nem történt semmi. Nem kaptuk meg, úgyhogy ez nem jó biznisz. Hol tart a kraftolás? Mindjárt meg lesz. Hoppá, ott egy farkas. Látjátok? Az nem jó. Sokkal gyorsabb, mint a medve. Igaz, a medve sokkal többet sebez. Na! Emberek! Lett a házunknak alapja. Egész jól néz ki. Mire van szükségünk? Falakra. Falakhoz pedig azt hiszem, hogy elengedhetetlen lesz ez a pillár. És ahhoz megint izé plankek kellenek. Megcraftolunk mindjárt 4-et. Csak így próbálnak, hogy az milyen is lesz. Ezek gyorsan mennek, de hát ez nem olyan sok idő, mint az alapokat. Remélem, hogy a falak sem lesznek ilyen 2 percesek, mert ez elég sok időt elvesz. Aha, mondom, ez biztosan szükség lesz itt a falakhoz. Na, akkor kell még. Hol vannak a plankek? Itt. Kell 4. Nem tudom, hogy itt középre is, de hát, hogy így blokkonként kell tenni, ez elég nagy blokk. Vagy hogyan, de ezek biztos, hogy kelleni fognak ahhoz, hogy falat tudjunk építeni. Gondolom, hogy ezekhez fognak csatlakozni, és lehet, hogy ide is kelleni fog középre is. De hát tulajdonképpen mindenhova, ahova falat szeretnénk rakni. Hídni, 10 másodperc. Na, ez tök jól néz ki. Én szeretnék egyébként emeletet is. Nézzük csak meg ezt a lépcső. Csak 5 plank. Jó, hát azért nem olyan csak.
10 másodperc. Ezt is megcsináljuk, és akkor megnézzük, hogy hogyan is épül fel itt egy ház. Több mint valószínű, biztosan el fog fogyni a fa. De hát ezt nem fogjuk tudni elkészíteni, ezt a házat ilyen gyorsan. De amennyit el tudunk, annyit áthattok ti is. A közben ez is készült. Ó, ez 20 másodperc. Nem tudom, hova lehet ezeket szerelni majd. Lehet, hogy kívülre vagy belülre. Hogyan is lesz. Nem tudom, minek van vízhangjaid néha. Hát... ehhez lehet, hogy kelleni fog emelet előbb. Csinálni kellene majd... emeletet hozzá. Hát lehet. Igen, igen, ez lehet. Ami úgy annyira nem jó hír. Na mindegy, akkor... nézzük a falat. Ahhoz is mindenhez wood plank kell. Csináljunk egyet ezt is tesztelési céllal. Itt pedig elfogyott a fa. No, hol van? Fal. 20, azt a 20 másodperc egy rohadt falat megcsinálni. Nem áll. Na, legyen kész gyorsan, és akkor megnézzük, hogy kellenek-e ezek a pillárok ide középre is, vagy pedig jó lesz így, ahogy van. Hát én úgy nézem, hogy kell. Ez bizony kelleni fog. Ja, azt tudjuk forgatni is. De ez kelleni fog oda. De azért próbáljuk ki. És ezzel azt hiszem, hogy el is fogunk érkezni a videónk végére. Két wood plank kell hozzá. Ezt még gyorsan megnézzük, hogy hogyan is készül el. Így né. 5 másodperc. Hát mit tudom én, ide tegyünk. Igen. De hát ahova falat szeretnénk tenni, oda sajnos szükség lesz ilyen ilyenekre, amit te nagyon kilóg az oldalából, de mindegy, szóval így fogjuk tudni felépíteni a házunkat. Nem tudom, lehet-e, azért azt még nézzük meg. Azt a minden itt window, gyerekek, csináljunk egy ilyet, és én ezt látni akarom. Hol van? Wood plank 4. Ezt azért még nézzük meg, hogyan néz ki, amikor van ablak. Ajtó is van. Mondjuk pillárhoz is kell, ahhoz 2 kell. Ajtóhoz pedig szintén 4, de hát csináljunk akkor még 6-ot. Annyi még pont belefér. És azzal el is fogy a fánk, és akkor itt már nem megyek keresgetni megint. Az már túl hosszadalmas lenne, és beleunna itt mindenki. Nézzük meg ezt. Ez 20 másodperc. Ide tennék akkor egy ablakot. Itt pedig lesz egy ajtó, és itt pedig nem lesznek ablakok, mert itt majd lesz egy lépcső az emeletre. Halvány lila gőzöm nincs, hogy az emeletet hogyan kell megcsinálni, de majd megcsináljuk valahogy.
Na, ablak elkészült. Nézzük meg. Ó, ez nagyon jól néz ki. Mondjuk nincs benne üveg és a medve beugrik, de attól függetlenül tök jól néz ki, és gondolom, hogy... hát én ezt úgy gondoltam, hogy itt majd nem lehet bejönni, de hát ezek szerint be lehet jönni. Nem lehet ez valahogy elfedni? Ez elég hülyén néz ki így. Hát igen, ez elég gagyin néz ki. Hogy az ilyen, de mindegy. Gyorsan egy pillárt csináljunk. Oda. És csináljunk még egy doorway-t is. Amibe majd tehetünk egy ajtót. Akkor nem is akármilyen ajtót szeretnék csinálni. Hanem majd fém ajtót. Így né. És ide, hogyha tennénk egy fém ajtót, kellemes lesz itt bejönni. Ezt már érzem. Hol az a fém ajtó? Hol van? Metal door. 200 vas. Hogyha itten akarjuk csinálni. Fél perc. Elkészítjük, és akkor megnézzük azt a vasajtót is, hogy milyen. Ami tök vicces, hogy ott a padlóba átjön a fű. És nem mindenhol, csak néhol. Így né. Na, rag már ide. Király. Vasajtunk van, na ezt aztán nem fogják tudni szétütni. Illetve szét lehet ütni, úgy ezer ütéssel. Ó, volt egy valamilyen laggom, nem tudom milyen okból kifolyólag, de mindegy. Na, hát emberek, elérkeztünk a videó végére, így ténylegesen. Ez volt a Rust. Akármennyire is bugos, meg gondok vannak vele, és nem kifejlett, és alfa, meg minden, és tök gagyi. Ettől függetlenül nekem egyébként nagyon tetszik. Úgyhogy én ajánlom mindenkinek. Ahhoz képest egyébként, hogy Early Access, és alfa, meg minden, elég drága igazából, én azt mondom. De hát... annyiba kerül, mint egy Minecraft. Na most azzal ellentétben, hogy a Minecraft, amikor ilyen fázisban volt, akkor tizedennyibe került. De hát akkor képzeljétek el, hogy mennyi lesz ez a játék így a végére. Hogyha most ilyen, nem is tudom, 19-20 euró a játék, és ilyen alfa, ahogy azt látjátok. De mindegy, nekem tetszik, úgyhogy én ajánlom mindenkinek, szerintem szerezzétek be. Tört verzió, nem tudom, hogy mennyire létezik és működik és jó, mert hogy multiplayerről van szó, de hát nincsen alapból single player része, úgyhogy nem tudom, hogy ez törés, ez hogy megy. De én ajánlom mindenkinek, úgyhogy szerezzétek be és szórakozzatok vele egy kicsit. Úgyhogy ez volt a Rust, köszönöm a figyelmet, sziasztok!